Ide elbújok. Itt nem találok meg. Nyugi, egy fél pillanat, mindjárt eltűnnek a rendőrök. Nozimat adni, ki kell fújnom megint. Jaj. Borzalmas, amit történik van. Nyugi, mindjárt eltűnnek a rendőrök. Ne félj, lány. Ne félj. Igen, mik azok a... extrémes vagyok, vagy mi? Ja, nagyon mókásan festek. A topot fel akarom próbálni. Vannak szemüvegek is. Szent szar. Swag. Ez kibaszott hipster. Nem akarok erre az emberre szemüveget. Vagy pólót akarok, meg valami gatyát, aztán ennyi az egész. Lássuk, nem erre, nem akarok trikókat. Na. Na, ez nem olyan rossz, igazából lesz, arról megveszem. Zsír, már csak egy gatya kéne, hol vannak a gatyák? Kezdtem, megtaláltam a gatyákat. Oké, gatya. Öltöny, most nem akarok öltönyt, gatyát akarok még mindig. Hú, kalapok. Oké. Nem akarok rá semmit, ez a kopaszodó haj, ez tökéletes. Hol vannak a kibaszott gatyák? Nem látok sehol se gatyákat, csak úgy különállva. Áj, miért kell? Akkor alsó gatyába megyek, bassza meg. Komolyan ez ebben a boltban nem lehet gatyákat venni? Vagy csak én vagyok kurva vak? Itt vannak sortok. Hol vannak a sortok? Ja, szóval csak én voltam balfasz, itt külön meg tudom menni a gatyákat is. Na, csak nem vártam ki, vagy mégsem, temet gatyákat venni külön. Ajajajajajaj. Gatya. Miféle, itt vannak a gatyák, tök vak voltam. Ez jó lesz, szarok rá. Na, viszlát, hölgyem. Nem tudom, miért van nyitva éjszaka, de örülök neki. És hol van az a kérdőjel? Ott kint a picsában. Ott van még egy Rampage, hagyjatok már békén a Rampage-el. Ott van még egy olyan is. Ki még ezt lecsekkolom. Oké. Szóval még egy strip klub is a közelben. Nem, indulj már be. Túl türelmetlen vagy, Trevor? Túl türelmetlen. Túlságosan is türelmetlen. Na, ó, micsoda farolás volt ez, láttátok? Senki sem tudni ilyen jól farolni, mint ahogy én faroltam. Melegen ajánlom, hogy ne csak Trevorral tudjam használni azt a garást. Azt, hogy tudják még úgyis, hogy Franklin is oda tudja vinni, meg Michael is. Az lenne az igazi jóság. 30 ezer pénzért. 30 ezer pénzért meg főleg. Szerintem visszaváltok Franklinre, aztán elviszem a kocsiját egy ilyen műhelyhez, és kicsit felturbózom. Ójjaj. Felturbózom, mert nem elég pimp a mostani járgányom. És neki szerintem kijár egy ilyen pimp járgány. Ha engem kérdeztek legalábbis. És mindig egy kibaszott mérföld, mire eljutunk oda, mi a franc? Most egyenesen három főküledésünk is lesz. Nem tudom, melyiket csinálom először. Mivel most ezután Franklinre fogok váltani, minden bizony franklinezni fog. Szóval az ő küldetését fogom majd csinálni, miután a kocsiját is felturboztam. Ó, bassza meg. Ennek az autónak már lőttek. Kereke is mindjárt be fog horpadni, mert azt szeretek mondani, hogy láttátok, hogy ilyen... mint a kitört volna. Értitek, hogy mire célodok. Jaj! Bocsáss meg, barátocskám. Te autód jobban tetszik. Hölgyem, szálljon ki. Éjjó, hogy bebasztom a nőnek a fejét. Trevor, fogd vissza magad, haver. Ez egy picit durva volt, nem gondolod? Kezd a rádió, nem tetszik. Eddie Murphy. Oké, Eddie Murphy. Ez ilyen menekülős zene.
És mi történik itt? Ott van valami piros pont. Bevárjuk a csehot. Milyen faszkalap? Ezekkel mit tudok kezdeni? Ezek losztosok vagy mi? Kibaszott loszt. Au, ezt nem így terveztem. Nektek lőttek, baszátok meg. Nektek lőttek. Nektek kurvára lőttek. Oké, ez az én kocsimra ment, szóval... Basszátok meg! Robbanj! Hogy kell robbantani? Ó, baszkim. Ezt jobban el se baszhattam volna. Na mindegy. Ó, hogy néha szar előjük, aztán majd felrobbannak, hogy valami. Vagy nem, totál menekülnek, felrobbantottam a saját autómat, szóval a kurva jó. Ez rosszabbul nem is ülhetett volna el, mit nem mondjak. Azt hittem, hogy még a robbanás saját jószában lesznek, és talán még csak járgányom sincsen. És honnan szerzek én autót? Á, te egy tökéletes vagy. Ki a kocsiban? Oké, ezt... Nehogy meghaj... Ó, oh, bassza meg. Szóval ne fogjuk rá a pisztolyt az emberre. Értem. Mert ott elbekattan. Hé! Lehet, hogy nem itt az égő roncsoknál kéne próbálnom autót lopni? Ugye a tűzoltók jönnek. Itt valóban tűz van. Nem tudok valakinek a házából ellopni egy autót? Itt hallok valamit. Ki az írtorosz húzás volt. Azokat nem tudom, hogy kisodák. Talán mentők, mert van ott egy halott nő is. Szopd ki! Én jutol, ha tudsz. Rohadék. Seggfej. Csak kölcsön kértem a járművet. Bassza meg. Nem lesz jó, oda kell figyelnem ezzel, főleg ezeken az utakon. Milyen, minden szarom fennakadsz. A kerekem is elbaszódott? Még szép, hogy elbaszódott a kerekem, erről beszéltem. És úgy rezeg a kontroller, mint valami dildo. Király. Kibaszott hajléktalanak. Yes, don't mind us. Pretend we're not here. Okay. You're not Jock Cranley, are you? Actor and artist? I love your work. Oh, stunt double? Oh, our favorite show. Mrs. Thornhill, snap! Watch the birdie! Oh, pretend to throttle me. Yes, yes, like you did on that poster you did. Yeah, okay, well, that would be my pleasure. Like that, huh? Yeah. Maybe something like this. Or like that, huh? You like that? That's enough, huh? You like that? Oh. Stop! Ooh. Please! Oh, hey! Oh. Oh. Thank you. Wow, that's quite a woman there, huh? Oh. We are not worthy. We're not worthy. I'm not Jock, what's his name? Cranley. Big star in the 80s. We love celebs. That's why we came to Tinseltown. Yes. Before we met you, we were trying to break in to Bruce Spade's house and steal his rubbish. The things these stars throw away. They're not like you or me. Mrs. Thornhill has the most unbelievable collection of celebrity underwear and bathroom products. Things they've actually used themselves. You guys have a great vacation, all right? I gotta go. We could do with some help. All this climbing over walls and rooting through bins. It's such a business. Nigel's got an arthritic knee. Yeah. What do you need? Just a few fine wood souvenirs for my museum. Look at this map. I mean, a lot of these places have famous people living in them, and some that are just hanging about. Bring us some things. I'd be very thankful indeed. Americans are the most wonderful people in the world, aren't they? The best! Such fun! Oké, ezek annyira nem is hajlítanak. Csak kukások. Ahogy mondod, jól van, egy új kontakt. Ez az én autóm, vagy ez az én autóm, ez egy szar. Be van törve a kereke. Hallok egy autót. Nem ezen a környéken. Akkor tartottak, hogy ezzel a szar darabbal fogunk még menni egy darabig. Szóval adtak egy térképet, szóval random híreségnek a házába be tudok majd nézni. Hé, a kereke megjavult.
Karácsonyi csoda történt. Randy check. Itt van még egy Rampage. Oda fent a picsában megvan egy Claytonos küldetés. Szerintem ezeket a szürkéket bárki meg tudja vásárolni. Vagy pont, hogy a fehéreket tudja bárki megvásárolni. Vagy nem tudom. Mindegy. Nem is tudom, most azt kéne csinálni, hogy felmegyünk oda talán. Útközben megcsinálom ezt a Rampage dolgot. Ez jó hosszú út lesz. De megéri, megéri szerintem. Előbb vagy úgyis muszáj lesz megcsinálnom, szóval először ez a Rampage. Most már meg is figyelhetném, hogy kapok-e valami ízét bőle. És mégsem történik rá sajnos oda, még mindig szarok kerekem. Viszont ez a kocsi nekem tökéletesen meg fog felni, szóval ki a kocsiba a ribanc. Nyugi. Amikor felébredsz, nem fogsz emlékezni semmire. És majd magyarázkodhatsz a férjednek, hogy hova lett az autó. Ó, láttátok azt a szépséget ott? Nekem az sokkal jobban tetszik. Menjünk ezzel? Gyorsabban Trevor halált. Így né. Szóval most fel kell hívnom gondolom ezt a Nigel embereket, vagy fogalmam sincs. Nem tudok vele semmit se kezdeni. Franco. Mert itt van még egy e-mail. Ezt le kéne csekkolni. Ez lenne az? Zsír. Akkor, ha már itt tartunk, akkor mentsük is a játékot, szerintem már rég mentettem. Mert 20%-nál tartunk. Szent kibaszott szar. Szent kibaszott szar, ha mondom. És ez csak egy ilyen másfél mérföldes utazás lesz. Ezzel a gyors kocsival ez pillanatok alatt meg lesz, szóval nem kell félni attól, hogy unalmas lesz emberek. Talán közben találkozunk valami fura dologgal is. Aztán, hogy visszaálltunk Franklin barátunkra. Meg... majdnem mondta jó nagy hülyeséget egyébként, hogy... én egy pöppet hiányom talán a GTA-ból a sebességmérő, de azt rájöttem, hogy totál nem, mert csak a képernyőn foglalna a helyet, és egyébként full lesz rám, hogy milyen sebességgel megyek, szóval köszönöm szépen. Rockstar, hogyha véletlenül nézzétek ezt a videót, akkor csak ezt hülyeség mondta, és egy gyors gondolat volt, és hamar meg is gondoltam magam, szóval... Szóval, ja. Köszi, ámen. No. Ez már a sivatagos zónában lesz, vagy... Tudja a fasz, hogy hol lesz, és megint ilyen izéket, ilyen gangstereket kell majd bántanunk, vagy megint a, vagy most jönnek a rednekek. Szerintem itt már rednekek lesznek. Vagy nem is tudom, milyen szép ez a hely. És milyen gyorsan váltok témát? Ó, egy random emberkem. Ebből hamar lövöldözés lesz, úgy gondolom. Ezek katonák, vagy mi? Úgy festenek, mint katonák. Ja, ezek katonák. Oh, I'm sorry. You're clearly a tourist. Our friends from up north, eh? A boot? Don't even say it like that. There's a moose loose about the hoos. Fuck off, you hoosier, eh? Hey, what's happening? Fuck hey. Oh, grandfather Rampage. Fucking accent! Get out of here. You can hardly come on, tell. Come on, insurgent, hey, insurgent, we have contact, we have contact! Okay, a csávó nem nagyon bírja, hogyha ilyen kanadai sztereotípiákat beszélnek róla, szóval basszátok meg. Rohadékok. Úgy né. Jön a katonaság? Au. Oké. Okay. Ezt nem is gondoltam komolyan. Háj. Jaj. Legyre szarabb és szarabb. Frag out! Tessék felrobbanni, mocskok. Jött, még él az egyik. Mocskos rasszista. Új nép, földre mocskok. Úgy néz, szent kibaszott szar. Mi történik, hogyha ezt így nyomom? Semmi. Pont akkor fog felrobbanni, mikor jön nem. Ha? Ójjaj, ójjaj. Bassza meg a robbanás, az kicsit ártott nekem. Itt lehet ilyen specialized gurulást csinálni? Lehet, akkor ezt majd alkalmazni fogom. Yeah. Még így is elütött valaki, szóval tök mindegy. Mi a franc történik itt? Szent szar, haver, fogd vissza magad a gépet, Braddel. Ki folyik ott? Kevés az életem, szóval egy pöppet félek. Az egy tank! Ez egy kibaszott tank. Robbanj fel, rohadék. Menj vissza a pokolt tornászára, honnan jöttél.